békességet, jó egészséget és kitartást kívánok minden kedves jelenlévőnek, aki eljött a szekszárdi léleképítő 2022. május 11-i alkalmára, és köszöntöm azokat is, akik az interneten keresztül később fogják megtudni nézni, hogy akár élőben most velünk vannak, akár határon túl, vagy tengeren túl magyarok, akik értik a szót, és kíváncsiak erre az alkalomra, de nagyon nagy szeretettel kérem, köszöntsük az Európa csúcstartó világbajnok, polgármester 84 évesen, Veresegyház polgármesterét, Pásztor Bélát. Mielőtt átadom a mikrofont neki, csak az interneten követőknek mondom, hogy legközelebb Varga Miklós Veled Uram címmel fog tartani léleképítő előadást június 13-án, hétfőn. Arra is hívunk mindenkit, és akkor kérem szépen köszönöm Máté Istvánnak, dr. Máté Istvánnak, hogy impulzált, hogy hívjam meg a polgármester urat, mert ő már régóta ismeri, de novemberben szembe jött velem egy felvidéki információ, ahol a Szále László által Magam Ura, Mások Szolgája című könyvet mutatták be, és közben Pásztor Bélával egy riport készült, és akkor azt mondtam magamnak, talán meg is osztottam a Facebookon, őt szeretném meghívni léleképítőre. És elkövetkezett ez is, de engedjék meg, hogy közben köszöntsem Kosik József alpolgármester urat, aki elkísérte Béla bácsit, és Cserbenka Aurél is, aki másik jobb keze, a sofőrje és mindenese Béla bácsinak, polgármester úrnak, és annyit, de ez tényleg azért csak, hogy én mondjam el és ne ő, hogy 57 éven keresztül polgármestere, illetve elöljárója egy településnek, Veresegyháznak, amely 25 éven keresztül tanácselnöke volt, és a rendszerváltás óta 8 cikluson keresztül polgármestere megszakítások nélkül, le nem váltható módon megkerülhetetlenül, mert őt az emberek akarták, függetlenül attól, hogy mindig volt egy kisebbség, aki esetleg ellene szólt, vagy nem értette meg pontosan, hogy mit akar. És én arra kértem polgármester urat, hogy beszéljen az életéről, mert az a legbeszédesebb, és azokról a tettekről, amelyekről még Petőfi Sándor is azt mondja, hogy minden demoszenészi beszédnél szebben beszél a tett. És az ő cselekedetei, amiket ő tett számunkra, mindenképpen példaadó a hétköznapjainkra, magánéletünkre, munkánkra, közéletünkre, és csak tanulhatunk tőle, úgyhogy köszönjük, hogy eljöttél, és szeretnénk hallani, köszönöm, és tanulni tőle. Köszönöm, szépen, ez is jó. Hát nagy szeretettel köszöntöm Önöket, magam is. Örülök, hogy eljutottam Szekszárdra ilyen céllal. Dunántúl az mindig más volt az ország megítélésében, de elmondok egy példát, még mielőtt belefognék a mondandómba. Bálban voltunk a feleségemmel, és többen egy másik asztalnál ültek, harmadiknál, és úgy adódott, hogy az asztalnál ülő asszonyokat elvitték táncolni, ott maradtam egyedül. Odaugrott a fiatalember, már 7 éve akarom, hogy találkozunk, ez most egy olyan alkalom, amikor elmondok egy történetet. Hát, amikor megvettem a telket 7 vagy 8 évvel ezelőtt, és a barátaimnak mondtam, hogy hol vettem telket, Veresegyházon,
akkor kinevettek, csúfoltak, hogy oda mentél be a sivatagba. Mert tudja, mi dunántúliak, Magyarországot csak a Dunáig tartjuk, azt követően hunni. És elmondtam, nagyon boldog volt, építkezett a fiatalember. Na tehát az egyik ember így, a másik ember úgy látja azt a vidéket, de Dunántúl mindig gazdagabb volt, és a történelem során is ezt a lehetőséget kapta. Most azért mondtam el, mert hogyan ítélik meg a települést az emberek, egyik így, a másik úgy, mindannyian különbözők vagyunk. Tehát néhány gondolatot magamról. Én egy felvidéki kis faluban születtem, 800 lelkes település, ma is 800 lelket számlálnak. Annak idején úgy mondták, hogy színmagyar és színkatolikus település. Egy temploma van, amelyek az Árpád-korból származik. Szent korona van rajta? Hogy? És Szent korona van rajta? Igen, egy Szent korona van rajta, amelyet valamikor 1400 Mátyás idejében tették föl a templomra, és azóta úgy van. És amikor ugye többször voltunk Szlovákiához, vagy éppen Csehországhoz kapcsoltak, aztán magyarok lettünk, ezt így mondtuk annak idején, ugye, és szerették volna, ha a templom tornyáról a Szent Koronát, ma is az van rajta fönt, levették volna, és hát próbáltak embereket megnyerni, hogy cselekedjen, és senki nem merte a Szent Koronát levenni a templom tetejéről. A nehezebb időkben is fönnmaradt. A korona minősége az, ugye, az idők során változott, és Csáki Pállal, aki a felvidéki magyarság egyik jeles személyisége, esetleg hallottak róla, író, politikus, vele közösen a város készítettük el a Szent Koronát, és aztán vittük ki nagy ceremóniával. És ma is az van a templomon. Egy nagyon zárt településben gyerekeskedtem. Ugye a Rorátéktól kezdve minden misén katolikus vallású vagyok. Nagyanyámmal részt vettem, keltem korán, és végeztem azt a dolgot, amit rám bíztak. Voltam libapásztor, aztán tehénpásztor, és azon kívül pásztor, úgyhogy így ott folyt az életem. Amikor is megkezdődött a deportálás, ugye a 46-os, 47-es években, és az édesapámnak a testvéreit, az édesapám Léva melléki testvéreit már deportálták, az öccsét a Szudétákhoz, a húgát azt egy kicsit keletebbre, a bátyját azt ide Dunántúlra, Nagyszékelybe vitték, és egy este édesapám Malomban volt, lisztet darálta, illetve lisztet hozott haza, nem a miénk volt a kocsi, de egy kicsit fölívott, vagy fölöntött a garatra, és akkor bekiabált, ott álltam az ajtón, előtt január valamikorja volt, nem emlékszem pontosan, és az édesanyámnak kiabált, hogy pakolj. Ja, őrölt gabona, tehát a liszt ott maradt a kocsin, pakoltak ilyen ruhát, olyan ruhát, amolyan ruhát, és akkor ilyen éjest, nem tudom, 10-11 óra lehetett, a határra lehoztak, az innenső oldalon már a magyar katonák vártak, azon kívül kocsik is voltak a magyar oldalon, és átpakolták a... De az Ipoly mellett van ez, de az Ipoly be volt fagyva, tehát át lehetett jönni rajta, és a szomszéd településre vittek be,
ott egy másfél évig ott éltünk, azt követően ugye az innen két deportált sváb emberek, szlovák, a szlovákokat nem deportálták, ők maguk választották meg, hogy mennek vagy nem mennek, de akciók voltak, hogy az embereket meggyőzzék arról, hogy minél többen menjenek ki Szlovákiába, és egy ilyen házat kaptunk meg, 3,5 hold földdel, az akkori Veresegyházon, mert Veresegyház és Erdőváros, az két rész, aztán ketté vált, lett Veresegyház, és lett Erdőkertes, így módon Erdőkertesen éltem és élek, és akkor ott végeztem az általános iskoláimat, aztán középiskolába kerültem, hát úgy fülön fogtak, hogy valahol tanuljak, és Rászkevérek kerültem kollégiumba, mert a szüleim nem akarták, hogy Budapestre járjak, mert elromlok, úgyhogy vigyáztak rám. Én megfelelő huncutságú legény voltam, társaimmal együtt 3 hét múlva édesapámat hívták, hogy jöjjön értem, mert ugye kivágnak az iskolából. Hát végül megmenekültem, a társamat viszont eltávolították, és a Ráckevei Ady Endre gimnáziumban érettségiztem. Azt elmondom, hogy általános iskolás koromban, 7-es voltam, akkor Szlovákiával volt kapcsolatom, hiszen a rokonságunk ott volt. Onnan szereztem egy 6 lövetű riasztópisztolyt, valószínű, hogy a korombeliek ismerik ezt az aranyos kis fegyvert, de hát ez tényleg riasztópisztoly volt, és a 7-es koromban azzal mentem az iskolába, és lövöldöztem, ugyanannyi szót, mint egy rendes pisztoly. Hát akkor ezt ugye el akarták venni tőlem, tanárnőm ezt nem adta oda, és hát mondta, hogy rohadt pásztor. A lényeg az, hogy a pisztoly nálam maradt, hát lövöldöztem vele. 8. koromban egy éles lőfegyverem volt, ahol nem azért mesélem el, hogy valaki kövesse. Elvágtam a csövét, elvágtam a tusáját, és akkor az már olyan kicsi volt, hogy a gatyám alatt bent nem látták, és egy erős spárgán lógott, a gatyába persze gumi volt, és akkor teheneink voltak, hordtam a tejet a különböző utcákba, kilométerre, másfél kilométerre, olyan bátorsággal, hogy nálam ott van a fegyver. Aztán ugye földet is műveltünk, dinnyét vigyáztuk, és akkori felnőtt emberek mindig mondták éjfél felé, hogy Béla, hogy lőjé egyet, hogy ma már nem lehetne megcsinálni, hogy valaki kövesse ezt a példát. De akkor mentem, kilőttem, mert az iskolából akkor 7-esek mehettek ipari tanulónak. Én ott maradtam 8-ig, mert ugye középiskolába akartam menni. Na, a 7-esek, ez Budapest, ugye az MHK-n, a munkára, harcra kész szervezetben kellett, hogy menjenek, és ott lőni is kellett, ilyen 48-as kispuskával lőttek, és akkor azért én fizettem, mert a tejből kaptam pénzt, hogy hozzanak nekem ilyen kis lövegeket, és azt használtam a pisztolyhoz, tehát volt belőle bőven. Az éjszakákat, ugye, ha őriztük az innyét, akkor mindig mondták, hogy Béla, lőj egyet, vagy lőj egyet. Tehát mindig valami huncutságon törtem a fejem, de nem voltam soha rossz tanuló, senkit nem bántottam, az én magam bohótságait csináltam. Elkerültem a iskolába, tehát Ráckevére, azt is úgy, hogy a fülemet megfogta egy hölgy, és azt mondja, hogy hova mész?
iskolába jössz. Hát mondom, mit tudom én. Azt mondja, akkor eljött be Pestre, és beíratott a szakmunkás tanulónak, mert középiskolában nem vettek föl, illetve nem értem el azt az eredményt, hogy egyetemre mehessek. Így kitanultam a szerszámkészítő szakmát, és abban kezdtem el dolgozni, de nem sokat dolgoztam, mert mindjárt üzemdiszpécser lettem, hadiüzemben dolgoztam, van mindig jobbra-balra itt az élet. Itt hadd kérdezzek bele annyit, hogy... Igen. Szóval itt hadd kérdezzek bele annyit, hogy újításaid voltak, amikor te ott dolgoztál, nem? Vagy hol voltak az újításaid? Hát mindenütt, amerre már jártam. Tehát ha az ajtó ott volt, és a másik ajtó ott jobb lett volna, akkor az. Tehát mindig az észszerűséget, a rövidebbet, az azonnalit, azt kerestem, és ahol nem az volt, akkor azt próbáltam megváltoztatni. Hát ilyen volt a szerszámkészítő szakmát, amikor tanultam, én nekem hetente legalább két újításom volt. Ugye ment a présgép, hogy miért kell az két menetben, miért nem lehet ilyet csinálni, olyat. Mindig adtak érte 10 forintot, 5 forintot, 15 forintot. Tehát kerestem, hogy miért, hogy lehet könnyebben és hogy lehet többet csinálni valamibe. Tehát így volt ez a szakmunkás időszak is. Aztán, ahogy mondom, elkerültem egy üzembe, de nem sokáig dolgoztam, üzemdiszpécser lettem, üzemvezető lettem. 3200 forint volt a havi fizetésem, normál gyárakban 1400-1500, ez hadüzem volt. És aztán meghirdették Veresegyházan a kultúrotthon igazgatói állást, és megpályáztam, és oda 1600 forintért mentem dolgozni. Hát többen mondták a kollégáim, hogy nekem az orvoshoz kellene mennem, mert a fele fizetésért megyek el, de azt szerettem, hogy az emberekkel együtt legyek, hogy az emberek különböző dolgában segítsek, hogy valami új dolgot kitaláljunk közösen. És akkor Veresegyházra kerültem kultúrotthon igazgatónak, akkor nem volt kultúrház, éppen 5 éve épült, már úgy értem, hogy 5 évig épült a kultúrház, és hát én hozzáfogtam sürgetni különböző építési meneteket, és ezt valahogy jól csinálgattam. Nem tudom, egy év után behívott a tanácselnök, hogyha úgy gondolták, hogy én leszek a tanácselnök. Már akkor tanácsak voltam, azt is rám adták. És mondtam, hogy én nem akarok tanácselnök lenni, hát amit csinálok, itt van a kultúrház, nagyon szívesen, de igen, így, hogy én legyek a tanácselnök, fölhívtak a járáshoz, ott is mondták, hogy hát én leszek a tanácselnök, rábeszéltek, és hát mondtam, akkor rendben, akkor én leszek a tanácselnök. Aztán jöttünk, kulcsot átadta a járási tanácselnök helyettes, és akkor mondta, letette a kulcsot, hogy akkor pásztorjelöltes, itt van a kulcs, és aztán majd gondolkodjon azon, hogy be kell lépni a pártba. Hát mondtam, Sivajfás, miért kell belépni a pártba? Kicsit zavarba jött, nem várta biztos a kérdésemet, jó ember volt, hogy nem mondhatom rá semmit. És mondom, miért kell belépni? Kicsi szünet után mondta, hogy nagyobb lesz a megbecsülés. Mondtam, hogy ha a munkámért nem becsülnek, más megbecsülést nem kérek. Hát még egyszer kérdezték meg azt követően, hogy pártag, nem gondoltam-e meg magam. Én tanácselnökként is párton kívüli voltam. Minden olyan dolgokban, ami a szocializmus szerkezetéből adódóan az emberek javát szolgálta, azt én örömmel tudomásul vettem, de párt elkötelezettséget ismerve magamat,
nem vállaltam, tulajdonképpen így értem végig ezt a tanácselnökséget, aztán a... Tudsz bocsáss meg arról, hogy volt még az országban olyan tanácselnök, aki nem vállalt pártagságot? Nem tudok ilyenről. Mert én sem. Nem, de nem is kutattam. Tehát valahogy egy érdekelt az emberek. És ugye, amikor tanácselnök lettem, hát Veresegyház egy nagyon szegény település volt. Egyetlen utcája nem volt köves, egyetlen járdája nem volt, a fél falu, nem egészen egy harmada a falunak nem volt villany, és sorolhatnám tovább. Az emberek sárba, piszokba jártak. És akkor semmi baj, társadalmi munkát fogunk szervezni, az emberek ingyen jönnek, és akkor építünk járdát, utat, villanyt, hát így hordtuk össze a villanyvezetéket, így hordtuk össze az oszlopokat, mindenki ismert az elektromosoknál, gyártottuk a homokaszfaltot, amelyet két mérnököt fölkértem, hogy tudnánk olyan anyagot csinálni, van homok, hiszen homokban élünk, ami használható, aztán kitalálták, hogy mésszel, cementtel összekeverve, mint a malter tulajdonképpen, ilyen volt ez az anyag. Ezeket kihordtuk az utcákra, kimértük a járda szélességét, ott az emberek a maguk módján elterítették, és most már nem azt mondták, hogy elnök elvtárs, tessék már megnézni, hogy milyen módon csinálták meg ezt az utat, hanem ha úgy csinálta meg, akkor mentem arra felé, akkor mondtam barátjának, hogy állj oda, hogy ne lássa, hogy rossz a, mert én ne lássam, hogy rossz a járda, mert ugye most a saját munkáját kellett bemutatni. És szóltam róla a társadalmi munka, az egy nagyon-nagyon nagy és szép dolog volt, 25 évig csináltuk. Gyárakba vállaltunk munkát hétvégén, Lábatlantól kezdve Dunántúl néhány városába mentünk, és 70-en, 60-an, de otthon minden szombat, minden vasárnap, ha nem volt egész szombat, csak fél, akkor azon az emberek közösségi munkát végeztek. Ugye az öcsém, aki szintén közéleti ember volt, mondta, hogy azt hiszed, hogy ez is ráckever? Mondom, nem. De aztán, még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon jó testvérek voltunk vele. Az emberek megszokták, és ha ment a templomba az egyik ember, ez megtörtént és mesélték, találkoztam a Jánossal, ment a templomba, ünneplő ruhába, és ő mentegetődött, hogy nem most nem majd jön a társadalmi munkára, hanem majd ő máskor jön. Tehát ez egy rendszer volt, mindenki tudta, hogy abban az évben hová is, közel hová, de hogy mikor, azt igen, jön társadalmi munkába, és az általában a nap, egy évben 4-5 napot eltöltöttek az emberek, de építettünk vasutat, már vasút följárók, föllépőket, mert az asszonyok hordták be az epret, de nem akarok mondani, mindegy, most elmondom, hogy palotára jöttek, és palotán a Veresegyházi vonal, az a, nem a fővonal, hanem a mellékvonal volt, a Budapest-Váci volt a fővonal, nem tudtak leszállni szegények, mert ott nem volt peron, nyakába a kis kosár, hátán a nagy kosár. Hát azt egyszer láttam, mondta, hogy ez nem lehet, és akkor megkerestem a MÁV volt illetékes vezetőit, aztán oda küldtek a állomásfőnökhöz már Budapesten, megbeszéltük, hogy társadalmi munkával megépítjük a peron. Mondta a vezető, hogy már másik találkozáskor, hogy ő fölmérette. Hát ez körülbelül ez 4x hétvége, és szombat-vasárnap. Na, mi rendben van, mit kell csinálni? Vonattal kijött a Rákospalotai állomás vezetője, mert mozdonyvezető volt.
előtte, ő vezette a mozdonyt, és két kocsival mentünk dolgozni. Tehát megépítettük a peront, ahol az emberek járhattak, és nem négy vasárnap, hanem egy szombat és egy vasárnap. Szóval hallatlan, lelkes csapat volt, nem fizetésért dolgoztak az emberek. Nagyon-nagyon szegény a szólás, az így szólt, hogy sejmes, bársonyos fót, gidres-gödrös magyaród, gyümölcstermő, szent szada, tejfölös csomád és kenyértelen veresegyház. Egy hektár aranykorona értéke az olyan 5 és 7 aranykorona. Ezen a vidéken, ilyet kimondok, akkor tudják, hogy mit jelent. De az az akarat, ami az emberekben benne volt, az minden túllépett. Már elmondhatjuk, hogy Veresegyház tulajdonképpen mindennel ellátott, jól működő város, közösségét illetően is. Nem érzek a városban semmiféle széthúzást, és amikor kezdtük, akkor ez a város, az akkori falu, a 3900 és 4000 között volt a lakossága, ma 22000 vagyunk a városban. Az odaérkezett emberek, akik hétvégi házasok voltak korábban is, érezték a falunak ezt a fajta odaadásait azért, hogy szebb legyen a falu és jobb legyen az élet, és ők is beálltak a munkába. Tehát ma, ha valaki arra jár Veresegyház felé, hát láthatja, tapasztalhatja. 100 kilométeres úthálózatunk teljes egészében aszfaltos, járdában nincs olyan sok, nem nagyon akartunk járdát építeni, nem is nagyon használják az emberek, mindenki autóval szalad, de itt-ott építeni kell, de az a lélek, amelyet ez a közös munka hozott és adott az embereknek, az megmaradt. Tehát adó mindig a legmagasabb volt. Nálunk már régen 200000 forint lenne a havi, vagy a havi évi adó, de a kormány azt mondta, hogy nem lehet emelni. Kérem szépen, ez nem jó, mert ez nem a kormány dolga, de hát tudomásul kell vennünk, hogy nem emelhetünk adót. Ma az utolsó 35000 forint volt, nem tudom, hogy itt Szekszárdon mennyi adót fizettek. Tehát sosem kerestük a dolog jobb oldalát, mindig a nehezebbet, nem azt a nehezet, amiből nem lesz semmi és nincs értelme, hanem hogy szülessen meg, és igenis az környezetünk, az életünk, az szebb legyen, jobb legyen, az emberek az előbb említett társadalmi munkában áldozták az év 3-4-5 napját. Ha nagyobb építkezés volt, akkor természetesen előre be volt osztva, hogy mennyi ember kell szombatra, mennyi kell vasárnapra. Szakmunkások azok voltak a fizetett emberek, de közöttünk is voltak olyanok, akik tudtak dolgozni. Tehát a szellemet építették föl, amely szellemet, akik oda jöttek, azok átvették. Tehát néha volt nehéz helyzetünk, hát olyan volt, hogy nem volt pénzünk. Kolléganőmmel kiküldtem, tudtam, hogy kiknek van mekkora a földje, éppen most vitték az epret a piacra, hogy kéregessenek. Hozzanak 10000 forintot, 20000 forintot, mert nem volt pénzünk. És az emberek szívesen adták, sőt, én mondták is, hogy maradhat tovább is. Tehát érezte mindenki, hogy ha közösen akarunk valamit, abból lesz valami, és ha segítünk, abból is lesz valami. Na, ahogy mondom, tehát Veresegyház egy gazdag település, 54 különböző művészeti csoportja van, a gyermek létszám, szaporulat az országos átlagtól magasabb, a most
Az egyik feladatunk a termálvíz felhasználása, mert nagyon bőséges a termálvízünk. Ugye nem volt ivóvízünk, aztán jött egy ember, Veresi, miért tart, hogy hétvégi háza volt, és kérdezte, hogy mit csinálunk. Hát mondom, ivóvízzel fúrunk, mert nincs ivóvíz, és vezeték sincs a környéken. Akkor olyan halkbeszédő volt, na, ne fúrjatok, nincsen itt víz. Mondom, elnöm, én most jövök a Góbi sivatagból, ott van víz, Veresen nincs víz. Hát ott nem hittem neki, megfúrtuk a kutat, mondom, mi van akkor erre? A meleg víz az van. És akkor megfúrtuk a kutat, ivóvízet tényleg nem volt, majd 1000 méterig csak agyag, de megtaláltuk az első termálvizet, aztán továbbiakat építettünk. Ma a város minden közintézményét, még a járdák egy részét is, hiszen ott megy a vezeték, termálvízzel fűtünk, tehát minden a templomoktól kezdve minden termálvíz, sőt, hát magánházakban nagyon sok helyen fűtünk, és ezt fejlesztjük tovább. Azt szeretnénk elérni, hogy a város, hát ha nem is a fele, de olyan 40%-a termálvízzel fűtött legyen. Az ipari üzemek is abból? Minden nagy üzem, tehát hatalmas üzemek, 2500-3000 fős vállalkozás, az mindegyik termálnak. Tehát a következő megteremteni a városnak a bevételét, hogy tudjon élni. Mert amit ott az állam ad, az intézmények fenntartására elég, vagy nagyon neccesen elég, de többet nem tudunk. Tehát az állam, nem várjuk az állam segítségét, azt kérjük természetesen, ami az ő kötelessége, de nem az az első. Az első az, hogy mit tudunk, mit tenni azért, hogy ez meglegyen. Na most, hogy megvan a termálvíz, ahogy mondtam, minden intézményünket termálra fűtjük, ugye ennek kifejezetten csak a gépi rendszere, meg a felügyelete kíván pénzt, a másik részét pedig eladjuk. És a fűtésük nem kerül 100 forintba, hanem belekerül 75 forintba, ez példaképpen. Tehát olcsóbban jutnak hozzá, mi építünk ki mindent, és megköszönjük, hogy ezzel fűtenek. Tehát, ahogy mondom, 18 kilométeres településen belüli termálvíz hálózatunk van, és nagyon sok helyen termálvízzel fűtünk. Jövőt illetően természetesen ki akarjuk fejleszteni, hogy a magánemberek is igénybe vehessék, csak a ható, tehát a gazdaságossága, ugye az egyházba bevezetni a vezetéket és oda betűnni a hőt. Nem gazdaságos, egy 15 lakásból álló társasház, amely központi fűtéses, hát ott sokkal érdemesebb kiváltani a központi fűtést, rátenni a radiátort és fűteni termálvízzel. Te rácáfoltál, illetve Veresegyház rácáfolt arra a székely mondásra, hogy édesfiam, a bankba akkor sem menj be, ha a kalapodat befutta a szél. Megvádoltak többször, hogy eladósítod a várost, hogy hiteleket veszel fel. Ezzel kapcsolatosan... Mi mindig a legeladósodottabb városok voltunk. Ma is a hitelünk 3 milliárd. A számlánkon van közel 1 milliárd. Tehát sosem féltünk, és nem féltünk a hiteltől. A hitel az egy csodálatos dolog. Ahogy persze csak úgy szabad hitelt fölvenni, aminek a fedezetét biztosítani tudjuk. Mert a másik az bukástelen. Nem véletlenül írt a Széchenyi az akkori Magyarországnak a hitelt. Nincs pénzem, kimegyek az utcára, kenyeret akarok venni. Kölcsön kérek,
Tehát hitelt veszek föl, megveszem a kenyeret, elmegyek dolgozni, és a termelésből vissza tudom fizetni a kenyeret. Tehát a hitel nélkül egy gazdaság nem működik, hát általában van egy-kettő, akinek akkora vagyona van, hogy nem kell hitelt fölvenni, de még egyszer hangsúlyozom, a magánember esetében is ezt fontosnak tartom, mert nem nagy kabátot megveszem szeptemberben, nem fázok, kifizetem az árát a télen végzett munkámmal, és magkabátom, tehát más helyzetben nem véletlenül írt a Széchenyi, 18 éves voltam, amikor a hitelt elolvastam, és ennek a szelleme tulajdonképpen ma is bennem él, mert igen, olyan lehetőséget, ami hasznot hoz, azt meg kell cselekedni, de vigyázni kell, hogy az tényleg úgy folyék, menjen, hogy hasznot hozzon. Nem lehet benne felelőtlenkedni, nem lehet erkössel ennek lenni, ha azt mondom, hogy akkorra, akkor az akkorra, hogy elhiggyék, és keresni az újat, a mást, mert az ember célja, ahogy ezt Madás mondja vagy írta, a küzdés maga. Az az ember, akiben nincs küzdés, az megbetegszik. Aki küzd, az könnyebben viseli a betegségeket is. Nem most nehézségféle vannak kivételek természetesen, de az embernek kell a cselekvés, és a fiataloknak különösen. De ti mindig úgy vettétek fel a hiteleket, hogy fejlesztésre, tehát nem úgy, mint sokan a nagyobb televízió legyen, vagy jobb telefon legyen, mert ez már régi, vagy ez már 3 éves kocsi, cseréljük le, és hát belebuknak a hitelekbe az emberek, és rossz tapasztalatuk van, és a bankot kárhoztatják, vagy a hitelt kárhoztatják, hogy tönkre mennek, de érdekes módon Veresegyház soha nem ment tönkre, pedig mindig a legnagyobb hitelekkel rendelkezett. Fiatal tanácsőnök voltam, 2-3 éve dolgoztam már akkor, amikor a járási pénzügyi vezető nagyon korrekt, nagyon tiszta ember volt, mondta, hogy Béla, hát ennyi hitelt, hát tönkre teszitek a magatokat, hát mire való ez a sok hitel? Mondtam, hogy Pista bátyám, a hitelt mi visszafizetjük arra az időre, amit ígértük, ha nem tudjuk visszafizetni, akkor a bankkal egyeztetünk, hogy miként juthatunk túl a kátyún, ha ilyen előadódik, de ha nem veszünk hitelt, akkor most is fázunk, meg 2 év múlva is fázunk. Ha hitelt veszünk fel, belőle fúrunk kutakat, azzal az iskolát, óvodát, egyébként fűtjük, ezen kívül még fürödnek benne, visszahozza nekünk. Tehát arra törekszünk, még nem vagyunk azon a szinten, de nem soká, hogy a város abszolút a saját vagyonát hasznosítva tudjon megélni, magyarul az állami hozzájárulás nélkül, de azért nem azt mondjuk, hogy az állam ne hagyom, mert az ő kötelesség, hogy az iskolát egyébként fenntartsa, de állandó legyen a bevételünk. És a városi hitelben sosem, kételkedtünk, vagy nem néztünk rossz szemmel a hitelre, még egyszer és sokszor idézem Széchenyit, mindig 2-3 milliárdnyi hitelünk volt, ma is ugye mondtam, hogy 3 milliárd, de ha 1 milliárd vagy 1,5 milliárd van a számlán, az marad, és azt felhasználjuk, és ha felhasználtuk, akkor többet nyerünk rajta, mint a hitel kamata, hanem többet nyerünk, és akkor ezen a pénzen azért, hogy felvettük a hitelt, azt mi befektettük máshová, nyerünk pénzt, más pénzével játszunk, természetesen nyerünk pénzt, amiből építhetünk. Nem szabad félni a hiteltől, én egy csodálatos intézmények tartom, nem csak azért, mert nagyon tisztelem Széchenyit a gondolkodásáért,
hanem egyszerűen a lét miatt. Valaki jól lakott, az tud dolgozni, de akinek nincs ennivalója, az nem tud dolgozni. Tehát meg kell venni, pénzhez kell jutni, élelmet kell venni, és itt el tudok menni dolgozni. Egyszerű képlet, ennyit. Tehát nem szabad félni, hát itt van Jóska barátom, akivel több évtizede vagyunk együtt, és hasonló gondolkodású, szóval nem. Hitelt kell fölvenni, holnap kell fölvenni a hitelt, ennyit kell fölvenni. Egy példa. Ez nem tartozik az a hitelhez, de ahhoz is. Ugye, amikor 90 volt, akkor jöttek az akkori proféták, az Antal kormány, azt tartom, hogy nem degradálok őket, félrejésenek, de nem a körömben járkáló emberek nem voltak igazán, hogy mondjam, perspektívikus gondolkodásúak, viszont szitta a kommunistákat, ezek az ilyen, olyan, amolyan. Ugye elmondtam, hogy én soha nem voltam pártag, a gyerekeim hittanra jártak, a legkisebb fiamat, aki most a 6. ciklusát tölti, tanácselnök, majd polgármester, azt Kecskemétre a piaristákhoz irattam, nekem a világon soha nem volt senki, aki rosszul szólt volna. Egyszer megkérdezték, hogy hát pártag akarok-e lenni, mondtam, én nem tudok pártag lenni, én most is, akkor korábban is, én minden héten templomba járok, vallásos ember vagyok, gyerekeim úgy nevelkedtek, és semmiféle olyan kötelmet nem akarok magamon, amiben egy pillanatig is azon kellene gondolkodni, hogy látja-e valaki, hallja-e valaki, tudja-e valaki, mindent tudhatnak. Eljönnek hozzánk, nyugodtan jöjjönek, éjjel kinyitják a kaput, kinyitják az ajtót, pedig ugye Budapest környéke, nem, nincs bennem félelem érzés, e tekintetben sem volt. A választáskor, a rendszerváltáskor, hogy te tanácselnök voltál, azért csak-csak óckodhattak tőled egyesek, mégis te lettél a befutó. Milyen kampányod volt? Hát Jóska, mi nem nagyon szoktunk kampányolni. Kitesszük a plakátot, hogy létezünk, az emberek mit megdöntenek. De hogy kampánygyűléseket tartunk, nem. Ha az a munka, amit az ember elvégzett, azok az emberekkel, akik hozzá tartoznak, az nem elég, akkor több nem kell. Tehát egyetlen egyszer nem volt ilyen kampány. Legutóbbi választás, azt beszéltük meg Jóskával, hogy kiteszünk 20 plakátot, ilyen 60-70-50-eset, hogy legalább tudják, hogy van létezünk. Kész. Nem... Az élet körülményeink olyanok, hogy nem kellett kampánygyűléseket tartani. Nem mondom, hogy egyszer-egyszer nem volt valamilyen gyűlés, valamilyen hozzákapcsolva, de hogy kívánok, hogy ők választák. Nem választanak meg, nem választanak. Az emberek joga, hogy kit választanak meg. És ahogy mondtam, senki előtt nem kell bujkálni, hogy hova ment be, miért ment oda, miért. Minden szabad. Az, hogy a telefon hogyan alakult Veresegyházon, az még egy érdekes történet, az még ha elmondanád. Igen. Hát kérdésében nem volt, ugye építettük a várost, és jöttek gyárak, és telefon kértek. Ha kérdeztem az egyiket, hogy mennyi telefon kell, hát ennyi, annyi, amannyi, szépen ráálltunk, és megszerveztük, hogy az emberek előre megfizetik a telefonépítés költségét, és mi magunk terveztettük és építettük ki az akkori falu teljes
utca együttesére, és nem is keveset fizettek az emberek, 70 ezer forintot fizettek, vagy volt 100 is, de megfizették. A következő volt a gondolat. Akkor a paraszt emberek, ugye sokan voltak, epret termesztettek. Bemegy a kocsival a piacra, megy 25 kilométer, látja, hogy jól megy a piac, hazatelefonál, hogy szedjétek le a másik felét is, mert még azt is el tudom adni. Nem szépen az emberek jól fogadták ezt a magat, és 75 ezer forint volt, most már szembe jutott, 75 ezer forint volt akkor egy telefon, és egy nagy gyűlésen, ahol tömbe volt a kultúrház, olyan 300-400 ember volt ott, ugye nem tudom honnan jött az illető, de ő is ilyen hát akkor jöttek a külföldi különböző telefontársaságok, és mondtam, hogy hát 75 ezer forint, mondja, hogy 5 ezer forintért ad hozzászólt, mondja el. Mondtam neki, hogy ha annyiért hoz telefont, akkor is volt, odaadom neki az a havi fizetésemet, vagy a házamat. Ugye alkudjunk ki, hogy ekkora telefon lesz. És az emberek elfogadták, külön telefontársaságot alapítottunk, teljesen más rendszerben építettük meg a telefonhálózatot, és a környékem akkor nem volt még telefon. De az emberek megértették, és azt is megértették, hogy nekik van belőlük haszna. Az egyik parasztnéni mondta, hogy a telefon nekem az életem. Hát ha beteg vagyok, a gyerekek egy kilométerre laknak, hát hogy szólok neki? Vagy valami bajom van. Ott a telefon, fölveszem, volt is olyan, hogy megviccelte, hogy fölhívta, és mama honnan beszélt. Mondtam, mama, hogy Jótodról beszélek. Hát neked van telefonod? Van. Tehát akkor lefedtük tulajdonképpen a települést. Ha nincs olyan dolog, ami nem megy, nem, ilyen nincs. Nem tudom én megcsinálni, de ő meg tudja csinálni. A másik ember meg tudja csinálni. Én nem értek hozzá, de ő hozzáért. Én ki tudom ásni, ő meg le tudja tenni a dolgot. Mindannyiunkban gondolkodjunk. Szóval nem én vagyok az okos fiú, én is mondok valamit, ő pedig jobbat mond, ő harmadik más mond. El kell indítani a gondolkodást, de ha azt mondom, hogy hát ezt nem próbáljuk meg, hát nem fog menni. Amit nem próbáltam meg, azt nem, arra nem mondhatom, hogy nem fog menni, és hát természetesen komolyan, nagyon akarva, felkészülten kell az dolgainkat előadni, illetve a segítséget kérni, az akaratot megnyerni az emberekbe, és ha egyik, kettő, három, négybe ez bizonyított, hogy jó, akkor az ötödik tulajdonképpen már megy. Hát ha ma, nem akarok itt most dolgokat mondani, szóval ma kellene megszólítani az embereket arra, hogy adjanak, tudom én, 50 ezer vagy 100 ezer forintot, van ilyen célunk, ugye termálvízünk van, elmondtam, és termálfürdőnk, csak kacsaúsztatónk van, egy medence, azt építünk majd. Ha kell az embereket megszólítani, természetesen megszólítjuk, hogy járuljanak hozzá a fürdő építéséhez, ezért természetesen belépő díjat, vagy olcsóbb díjazást kapnak, vagy valamilyen rendszerbe valamelyes részt kompenzációt kapnak, de a fürdő megjelenésével a város értéke is nő, és a háza is nem 10 ezer forintot ér, hanem 25 ezer forintot ér, csak példának mondtam, hogy számok nem igazak. Tehát, és az emberek tapasztalják, hogy egyszer, kétszer, háromszor, négyszer a dolog tényleg jól sült el, akkor abba hisznek.
nekünk, vezetőknek olyan nem lehet, hogy az nem megy, akkor végig kell gondolni, nagyon kell akarni, megnyerni az embereket, de a sikernek meg kell születnie. Csak az ad bizalmat a következő újabb gondolat támogatására. Szépen ma elmondhatom még egyszer, hogy Veres Egyházi nagyon egységes település, és ha nem lenne pénzünk, akkor az emberektől kérnénk, és sokan adnának pénzt, hogy átjussunk a kátyún. Benzinkutatok hogy lett? A benzinkutat úgy lett, hogy honnan tudott ezeket? Ugye abban az időben olajjal fűtöttek az emberek. Az olajkája volt a divat, aki még akkor élt. És ugye Gödöllőre, az 7 kilométer jártak az emberek, a gazdák föltettek 3-200 literes hordót, benzines hordót, és azzal hozták haza a szomszédnak, a másiknak. Szóval mondja, akkor nem építünk egy benzinkutat. Elmentem a Áfor vezetőjéhez, és mondom, hogy építünk egy benzinkutat, mert ez is az. Hát nem megy, meg ezért nem, meg azért nem megy, de végül megnyerte a beszélgetésben az illető, azt tudom én, szimpátiáját, és azt mondta, hogy hát akkor próbáljuk meg, és hogyha a jövő ez október eleje, nem, szeptember vége, október eleje, ha a kút elkészül jövő április 4-ére, akkor Ternyák Benő, az igazgató, akkor ő személyesen vesz részt a kút átadásán. Kérem szépen, hozzáfogtunk a kút építéséhez, traktorral eresztettük le a benzin, nem tank, tartályokat, és meghívtuk az Áfor vezetőit abban az évben, december 5-ére a Mikulás hozta este a benzinkutat. 50 nap alatt építettünk benzinkutat. És ettől kezdve nem kellettek az autósoknak ide menni, oda menni, a tüzelőtűjőknek nem kellett elmenni másik faluba, hanem a mi benzinkutunkat használták. Tehát még egyszer ismétlem, hogy találsz még valamit. Szóval nem szabad félni, hogy valami nagyon-nagyon, nem. Azon kell gondolkodni, hogy hogyan lehet felépíteni, illetve megcsinálni azt. Hát itt is bízni kell az emberekbe. Ez a legfontosabb. És az embereket nem lehet becsapni. Nem lehet olyat, hogy valamit igen, egészen így van, nem? Ezt nem lehet. Hát azt teljesíteni kell, akkor van hitel. Ha nem teljesül, akkor nincs hitel. Ez nagyon fontos dolog mindenütt, azt hiszem. Tehát csak ezzel tudtuk az embereket megnyerni, hogy amit velük együtt megbeszéltünk, az teljesüljön. Találsz még valamit? Hát az orvosi rendelőnek a palatetője, hogy hogy lehet piros. Igen. Hát ugye a következő megtervezte a tervező, mondta, hogy műemlék pala legyen az orvosi rendelő. Mert van, megtervezte, és hát kérem szépen, nem nagyon akartak műemlékpalát adni, mert azt mondták, hogy annyi járt a kapacitásuk az országház felújítására elegendő, nem tudnak palát adni. Lementem az igazgatóhoz, elmondtam lábaszlomba, hogy addig innen haza nem megyek, amíg nem lett pala. Ott hagyott, arra ment, mondtam, és azt is mondtam, ha kell, akkor lejövünk és legyártjuk a palát. Ment ide-oda, ment oda, de komolyan gondoltam, mondom, igen.
lejövünk egy autóbusszal, abból hány ember kell a szalagra? Azok az emberek, akik természetesen a szakmunkát végezték levágni, meg ezért azokat megfizettük. Azt mondja, 16-17, mi lövünk 45-en, akkor a többi pedig itt fog dolgozni, találjanak ki. A dolog lényeg az lett, hogy ugye lementünk Lábatlanba dolgozni, és a kiadott munkát azt a Veresegyházi társadalmi munkások a 2 óra alatt megették, és akkor mondtam, hogy hát nem lehet, akkor találjánk valamit, de mi az Úristen? Tehát mondom, akkor egyiket odahordatjuk, akármit, teljesen mindegy, de nem tétlenül nem élhetünk, vagy lehetünk itt. Nem szépen azt követően bármit kértünk, ugyanez volt a MÁV is, azt biztosan teljesítették, mert a brigád olyan erős volt, hogy megcsináltak ennyi idő alatt, és nem kellett Bécsbe menni, meg nem kellett a parlamenthez menni, legyártottuk a palát. Nem csak annyit, amennyi nekünk kellett, hanem a gyárnak is gyártottunk ezen kívül, tehát azt, hogy eladhatta máshová. Ezt a palát persze nem ingyen, ugyanúgy megfizettük az árát, mintha nem mi csináltuk volna. De meg lett a pala, és az orvosi rendelő még mindig van, lassan bontásra kerül az épület, nem azért, mert rossz, hanem annyira potenciális helyen van, és a 4000 fő, 22000 fője, ugye egészen hát többszörösét kívánja egészségügyben is, rendelőkben, másfajta építményekben, tehát le kell bontani majd, és egy újat kell építeni, amelyik a mostani kornak jobban megfelel. De köszönöm. De ez a lebontás, ez nem csak az orvosi rendelőre, hanem egész Veresegyházon nagyon sok kis épületet, zártkertes részen lévő kis épületeket kellett lebontani. Azért ez, hogy lehetett meggyőzni az embereket, hogy hát most ezt bontsuk le, vagy alakítsuk át, amit ők építettek, ragaszkodnak hozzá? Arra mindig törekedni kell, ez az emberi élet természete, hogy rosszabbul nem járhat. Miért cselekedjen az ember? Mindig jobban akar élni, több fizetést akar, tehát mindig a magasabb mérce után kapaszkodunk. Ez a legtermészetesebb, ez minden munkában így volt. A társadalmi munkában is így volt, hogy olyan célt tűztünk mindig ki magunk elé, amelyet az emberek akartak, igényeltek, és az emberek ekkor meggyőzhetők arra, hogy ők maguk segítsenek. De hát a jelenlévők is mind biztos, hogy így gondolkodnak. Ha látom a hasznát, látom az eredményét, nem biztos, hogy a személyes eredmény, de a város eredményét, akkor ott szívesen segítek. Nem mondom, hogy minden ember ilyen, hát hiszen különbözők vagyunk, és nem is lenne jó. Hát olyan is volt, ugye egy esetben, hogy a fiatalember jött társadalmi munkázni, és hát, hogy hova mész társadalmi munkának? Ennek a marhának mész dolgozni, az én voltam. Tehát, de eljött a fiú is, amikor készen volt az átadás, és ott volt is, mondom, megkérdeztem, hogy most hogy szól az a mondat, amit elmondott? Hát kicsit kellemetlen érezte magát, de szeretettel mentem hozzá, tehát így nem lett belőle semmiféle konfliktus. De minden bizonnyal megjegyezte, hogyha valamit csinálunk, elhatározunk, hát az, ha akarjuk, abból lesz valami. Egy település, mint mondod, az a település, ahol születtél is, Ipoly-Balogon 800 fős volt, és most is annyi. Általában a települések vagy sorvadnak, vagy minimálisan fejlődnek. Ez is egy
nem tudom milyen európai csúcs, hogy egy település 4000-ből 22-re fejlődjön. Itt munkahelyeket kellett létesíteni. Hogy tudtatok munkahelyeket létesíteni, és hány ipari iparvállalat vagy munkahely van Veresegyházon? Hát a vállalkozók száma az 1400, ebben kicsik is benne vannak üzletek. De nagy üzemek vannak, ott van a General Electricnek két nagy gyára, az egyik az erőműveket gyárt, a másik pedig repülőgép hajtóműveket. Semmi más. Völgyes Ivánnal találkoztam, és elmondta, hogy ő ugye, Amerikába diszidált, és hazajött, és most különböző helyeken próbál üzemeket létesíteni. Neki jó barátja Jack Welch, az akkori G vezérigazgatója, és kérdezte, hogy nem kell valami gyár itt nektek. Hát mondom, hogy nem kell, dehogy nem. Hát akkor jó. Elment, két hét múlva jött, hát akkor az egyik a repülőgép hajtómű, a másik pedig azt az erőművet. Van területetek? Mondom, ma. Végig vezettük a dolgot, aztán egyszer mindig este tárgyaltunk általában, de csöng a telefonom éjfélhez közel. Azt mondja, mit csinálsz? Hát mondom, éppen vetem le a katyámat, megyek aludni. Mész a francba. Kocsiba megjöttek az amerikaiak, az akadémia pincéjébe vagyunk, azonnal gyere. Kérem szépen megtörténtek a tárgyalások. Szerintem folyt egy év, már hajnal volt, még mindig tárgyaltunk, de az amerikaiak elmentek. Ott maradtunk ketten. Mondom, Iván, annyit dolgozol értünk. Mondd meg, mivel tartozunk neked. Rám nézett, ha még egyszer megkérdezed, semmitek nincs. Megértetted? Ő az, aki leesett azzal a géppel, ami Jugoszláviába vagy Szerbiába ment jó pár évvel ezelőtt, és hazafelé jövett, viharba került, és igen, és ő meghalt is. Ezt viszont nem tudom megfejteni. Ugye ön már tudta, hogy megy, kijön, testületülésünk volt, ott áll az ajtómba. Mondom, Iván, nem erre a hétre beszélt, csütörtök volt, nem erre a hétre beszéltük meg, hogy találkozunk, hanem a jövő hétre. Igazad van. Nem tudom miért, de nekem hozzá ki kellett jönnöm. Adsz egy kávét, vizet, és én elmegyek. De nekem ki kellett jönnöm. Kedden leesett a repülővel. Na, megfejtetetlen, úgy látszik, ilyen dolgokat egyszer magam is elgondolom, végig gondolom, hogy milyen sugallat az, ami belésre hozta Iván. Volt egy nagyon jó munkatársatok, a főépítész. Én? Főépítész, a Zsigmond László. Most is ő. Na, őről, meg az ő személyiségéről még, hogy hogyan tudtátok őt megnyerni? Mert ugye ez a véletlen. Bent voltam a Rumbaksebessén utcában, tárgyaltam építészekkel, tervezőkkel, és megyek, ránézek egy kis ajtóra, fölötte egy kicsi tábla, 30-as, és ki van írva, hogy Makóna építés, tudom én, nem vállalat, de elmentem 15 métert, mondom, visszamegyek, bemegyek. Bementem, mondtam, hogy honnan jöttem, és mit kellene építeni, szociális, nem idősek otthonát.
Ott volt nem tudom hány fiatal, köztük Laci is, hogy megyünk, csináljuk, jó, nagy volt a lelkesedés. Ez a Makoveci iroda volt? Ez a Makóna. Igen, de nem a Makoveci iroda. Nem a Makoveci irodának egy része volt ez, tehát Imre fogta össze. Igen. Ezt a... Tehát a szellemisége a Makoveci szellemisége. Abszolút. Majd Imréről is mondom. Tehát a Laci maradt ott, ő tervezett, és azóta az én főépítészünk, középületeinknek ő a tervezője, vagy a társaságában lévők a tervezők, és szépen ki tudtuk rajzolni a város arculatát, nem azt mondom, hogy nem, már teljesen készen vagyunk, nem ilyen szép, mint Szekszárd, de hát olyan 22 ezeres. Biztos több toronyház van, mint itt, nem? Vagy? Biztos több toronyház van ott, mint itt. Hát a toronyból van elég, de kérjük is, hogy tegye. A torony az mindig jelez valamit. Torony iránt megyünk. A torony felé van. Szóval az mutat valamit. Hát igen, azt szeretjük a házakon a toronyokat. Nem annyira bőségesen, mint néhány város, már középkori. De ez fontos. És hát tulajdonképpen állandó munkát adunk, most is ő rajzolja is, csinálja a fürdőt, a társaságát, ő a főépítészünk, tehát ő engedélyezi a különböző épületeket, éppen tegnap volt egy közös megbeszélés, ahol azon vitatkoztunk, hogy az igen vagy nem. Ugye megbeszéljük az épületeket, hogy valamilyen közös, szép vagy egy mozgalmas arculata legyen a városnak. Tehát az épület az olyan, mint az ember. Van kalapja, van szeme, van oldala, van alapja. Tehát ezeknek harmóniába kell lenni egymással. És Laci egy nagyon tehetséges ember, ott van nálunk, felesége belső építész, ugyancsak becsületes emberek, tiszta emberek. Nagyon, nagyon boldog vagyok, hogy az Úristen összehozott bennünket, és végül is Veresegyház arculatát meghatározta. A legnagyobb épület hány emeletes? Nálunk? Igen. Két emelet van a legmagasabb épületben, tehát ugye földszín plusz két emelet. Ez a jellemző. Hát most rajzolt egyet, amelyikben négy van. A fő úton megvettük az egyik oldalon minden házat, bontogatjuk le, és oda rajzolta az első építeni szándékolt épületegyüttest. Kezdtek megbarátkozni vele, szépen vezeti föl az épületet. Tehát magam is, hogy mondjam, agyusztáltam magam, tehát jól látok, és megfelelő ízléssel rendelkezem. Ezen kívül, tehát éppen ebben az irodában, Makovecéknél a látás kultúra világáról többször értekeztünk. Volt előadás. Laci meghívott előadást tartani. 30 fiatal építész volt ott. Ott volt Makon címje is. Akkor találkoztam vele először, persze ismertem őt. Hát megjött egy konyakot, másikat is fölöntötte. És azt mondja, hogy én elmegyek, iszogatok. Ti meg hallgassátok, az én voltam. 5 percig beszéltem, beállt itt az Imre, azt mondja, basszátok meg, itt maradok. Azóta, hogy mondjam, lelki jó barátok voltunk, lakásárai volt, névnap, születésnap, felesége, de megértettük egymást, hogy vagyunk, kinek mi a szerepe, mi a lényege, mi az erkölcse, mi a hozzátartozása.
Szóval aztán na, sokáig jó barátok voltunk Imrével. De természetesen a temetésén is ott voltam. És hát én Laci jó voltából a miniszterelnök úr ketrecébe ültetett le, mert tényleg valami különös vonzás volt bennem, és de éreztem, hogy benne is egymás iránt. Hát ez a hasonlók egy összetartoznak. Én nem vagyok olyan tehetséges. Ajaj. Mit tudnál a hétköznapi embereknek mondani arról, hogy ha kudarc vagy siker éri, akkor hogy viszonyuljanak hozzá? Mert neked is jobbára azt kell mondani, sikereid voltak, de ugye Kiplingtől vettél mottót, a siker és a kudarc. Bátran állod, és úgy nézed őket, mint két csalót. Tehát a siker is megcsal, meg a kudarc is megcsal. Ez lelkemben nagyon fontos volt ez a gondolat és mondat, és így élek. Tehát nem fordult elő a tragédia idején sem, hogy én valamibe annyira beleestem volna. Természetesnek fogadom el a világot, és azt, hogy mondom, azt mondják, hogy kérem, uram, magának menni kell, jöjjön. Szóval nem érintene meg. Hát persze már más korban vagyok, mint a 18 éves időszakban, de akkor sem tudott megriasztani semmit. Budarc volt, nem ment. Elment. Jön a siker, megy a siker. Ha az ember, hogy mondjam, nem hiszi magáról azt, hogy ő aztán, meg ennyi kell, és akkor majd így lesz, nem. Hát én nem tudok veszteni abban az értelemben, hogy bántana. Hát volt, amikor fizetésemet valahol elhagytam, és hát nem tudtam odaadni a fizetést, hát akkor nem vagy. Jó. Szóval nem voltam nagyravágyó, nem akartam senkitől különb lenni, és nem akarok. Szerényen meghúzódok, ahol dolgozni kell, ott próbálok a legjobbak közébe férkőzni, ma már ez nem megy olyan nagyon. Az életet úgy fogadom el, ahogy van, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek terveim, nem akarok valamit. Igenis, mint minden ember, célokat tűz ki maga elé, de ha nem sikerül, az nem tör le. Nem sikerült. Nem foglalkozom vele, hogy miért nem sikerült, miért ő lett az előső, miért irítség bennem nem létezik. Semmilyen tekintetben. Sem a szép ruhája, vagy bármilyen tehetséges. Örülök neki, tehát befogadom a másik ember természetét, akaratát. Elmondtam, hogy ez a bírósági história volt. Megöleltem, mikor kijöttem a bíróságról, megismétlem, és mondtam, hogy jó egészséget kívánok ki. Tehát másnap együtt csöröztünk. Pedig megcitálta a rendőrs a bíróságra. Ilyen az élet. Nem kell tiltakozni. Mindent nagyon komolyan kell venni, de ha megszületik, akkor el kell fogadni. Mert ha nincs belső békém, akkor a szervezetem beteg lesz. És én ezt van. Hát megértem a 85. évemet, vagy 85-ben vagyok. Nem szépen elmentem az orvoshoz, ugye vizsgálatokon végigvitt. Azt mondom, és tedd el. Hozott a papírt. Még egyszer nagyon hangsúlyozom, belső béke. Ne legyünk irigyek, hogy ő most 200 ezer forinttal többet kapott, mint én. Elrepül. Ki emlékszik a 10 évvel ezelőtti, 20 évvel ezelőtti pénzre vagy másra? Nem. Nem bántja. Békét a világnak.
Tehát nem kell a másik embertől különnek lenni. Nem. Ők mennek, ők nem szépek, csinosak, jól tesztek, minden. Én meg kullogok. Van egy gatyám, meg egy pulóverem, és kész. Ajat, hadd kérdezzek, hogy ha most lennél úgymond fiatal, vagy fiatalabb, és egy településen megválasztanának, vagy indulnál polgármester jelöltként, és te lennél a polgármester. Ezt most csak azért kérdezem, hogy az interneten talán többen fogják nézni, hogy akik polgármesternek készülnek a jövőben, akkor mit tudsz nekik tanácsolni, hogy hogyan a mai világban, ebben az egészen más, mint a 60-as évek tanácselnöki, mint a rendszerváltozás, tehát mindig változott a helyzet, polarizálódott itt a pártok között a dolog, és a többi. Mit tudnál vezérfonalként nekik mondani, hogy hogyan álljanak polgármesterség jelöltséghez, ha polgármester lesz, hogyan kezdjenek hozzá, mi lenne a legfontosabb? Egy kis tanácsot ebben. Hát az első dolog a szolgálat. Tehát ha valaki el tudja fogadni, hogy az embereket szolgálja, az menjen ilyen pályára. Ennek nagyon sok buktatója van, bántás bekövetkezik. De ha szeretem az embereket, akkor azt mondom, hogy itt van 20 ember, abból 1, 2, 3 megbánt, és nem kell komolyan menni. Ma, holnap meg összeölelkezünk. Hát családban nincs olyan, hogy összeveszik az férj, feleség, vagy éppen a párok között, hogy összevesznek, harmadnap meg összeölelkeznek. Tehát nem tartanak a dolgok olyan hosszú időre, hogy bántsanak bennünket. Amit az előbb mondtam, hogy mit ajánlok. Az életet nagyon komolyan csinálják, a munkát nagyon komolyan csinálják, bármit vállalnak, nagyon komolyan és becsületesen csinálják, de ha nem sikerül, az nem tragédia. Azt abban higgye, hogy holnap jobbat fog csinálni. Tehát ő legyen lelkileg arra felkészülve, hogy valamiből nem lesz több, és ne legyen irigy, hogy önök milyen szép ruhája van. Tudom, hogy az irigység hajtóerő, mert hogy miért nem úgy van, de kezelje, elfogadja, hogy most ő futott a százon, vagy a század 10-en belül, jövőre meg én futom 10-en belül. Ne akarjak elvenni senkitől semmit. Amit én megdolgoztam, megkapom érte a jutalmamat, juttatásomat, de ne legyek irigy, hogy mi az, hogy önmagamban legyen meg az akarat és készség, hogy amit csinálok, azt becsülettel, tisztán és a lehető legjobban. Tehát olyan nem lehet, hogy tőlem kérdeznek valamit, és arra ne tudnék választ, kérdeznek valamit, és az megrettentsen, hogy erről beszéljek, vagy ne beszéljek. Az más dolog, hogy ki van ott, és a kultúra megfelelő szintjét az ember tartsa be, de hogy megkérdeztetem, hogy féljek, hogyha kimegyek, és ő tudja, akkor mi van. Ez a félelem bennem a világon sose volt. Tehát nem hazudok, nem gondolok másról rosszat, és nyíltan vagyok a világ előtt. Hát azzal együtt megvádolhatnak, ezt csinálhatnak, azt csinálnak, ez természetes dolog az életnek, de az ember tisztasága mindent pótol és letöröl. Van-e valakinek kérdése? Tessék, hangosan. Egy kicsit hangosabban az öregsüket.
Mick Jagger, Hanky Tank Woman. Hanky Tank Woman. Ja, Veresek Gáli, asszony kórus. Hát igen, a Janicsák István keresett a ismert dalához hölgyeket, és megtalálta a Veresegyházi asszonykórust, amelyik népi énekeket énekelt, és hát az asszonyok kacsingattak is a lehetőségre, és akkor eljöttek hozzám, megkérdezték, hogy elvikeltását. Ezt akarják, hogy mi elénekeljük. Mondom, én nem tudom, mit akarnak, hogy elénekeljük, nevét mondták a szám, Hanky Tank Woman. Na, én erre oda meghallgatom, és majd elmondom a véleményt. De megy a magnó rajta a radiátoron, elénekek. Na, minden további nélkül. Miért? Vállalják el. De vállalják el. És az asszonyok elvállalták. Aztán jött a Pista, hogy megismerkedtünk. És hát tulajdonképpen nagyon sikeres tízesztendőjük volt, vagy talán több is. Az ország mindenki megismerte, hogy Veresegyházi asszonykórus, otthon is énekeltek, és ma is tartjuk a kapcsolatot, Istvánnal nagyon szoros kapcsolatot ápolunk, és valamiféle múzeumon gondolkodunk, most már arra is lesz erőnk, hogy ezt is bemutassuk. De nagyon örültem neki. Akkor elmondom az asszonyoknak, hogy nem, hát még csinálják. Nem biztos, hogy szót fogadtak volna, de egészen biztosan rosszul esett volna nekik, hogyha megmagyarázni nem tudom, és azt mondom, hogy ezt ne csinálják. Miért? Műsor, amelyet megnéz a közönség, vagy szereti, vagy megveti, induljanak el. Aztán Istvánnal találkoztam, nagyon jó baráti viszonyban vagyunk vele, és készülünk egy asszonykórusi kis múzeum létrehozására. Igen, a medvepark. A medveparkról még érdeklődik. Jó, szépen, következő dolog. Medve otthon. Ugye a Kósa Józsi azokat az állatokat gondozta Gödöllőn, amelyek a különböző attrakciókhoz kellettek. Aztán Gödöllő hát nem látta szívesen, az emberek kifogásokat emeltek, és egyszerű a legkisebb unokámmal akkor, ma már papa, jöttem Isaszegről, és Gödöllőből kifelé menet, eszembe jutott a Kósa Józsi, előtte volt a televízióban, vagy valahol, na, előbb került, mondom, megnézzük a macikat. Azt mondja, jó. Elmentünk, Jóska örömmel fogadott, annyit tudni kell, hogy Jóska ezen kívül a megelőző évben télen, meg a megelőző tavaszon eljött hozzánk, hogy segítsük, mert nincs villanya, nem tud fűteni, nem tudja az állatokat etetni. Mindig adtunk neki 200-300 ezer forintot, volt, amikor én adtam neki pénzt, és hát ugye örömmel fogadott, hogy egyáltalán oda kerültünk, mert hát mondtam, hogy majd elmegyünk, de mindig, ahogy az szokott lenni, mindig tolódott. No, tehát bementünk, és ott két nagy maci van, volt egy 4x4-es ketrezbe, feküdtek, ugye összeért a lábuk, onnan is a lábuk. Akkor rámnéz a Venci, azt mondja, ugye papa, nem jó itt nekik. És ugye gyerek lelkét úgy megérintette ez a dolog. Akkor Jóskának mondtam, hogy Jóska, elvisszük a medvéket, keresünk helyet. Hát elkezdtük keresni, Persány Miki, ugye a miniszter, jött, na akkor nem miniszter volt, vagy miniszter volt, nem tudom.
És akkor vele is keresgéltük a helyet, és távolra akartuk tenni a várostól, egy jó 6 kilométerre, Veresegyház ugye elmúl nyúlik erdőkben, bő 50%-a a határnak erdő, és nézegettük itt is, ott is, amott, és éppen akkor épült a szennyvíztisztító, amelyhez egy utat építettek. Aztán Miklossal megálltunk, hogy hát ha itt lesz a szennyvíztisztító, akkor itt lesznek a medvék, hát nem nagyon zavarja őket, akkor ezen a területen lesz. És akkor a Fehérkereszt Állatvédő Liga megkeresett egy embert, aki Ausztráliából jött, és ő segített megépíteni a kerítést, és mi pénzünkből, meg az állam is adott hozzá akkor pénzt, megépítettük a ketrecet, Gödöllő megnyugodott, hogy elkerülnek innen ezek az állatok, és ez jó évig épült, Jóskával is tartottuk a kapcsolatot, már így mondom, többször kapott támogatást, és aztán eljött az idő, hogy elviszik az állatokat. Elmentünk az állatokért, Jóska nem akart kötélnek állni. Mondom, Jóska, megépítettünk mindezt. Hát, nem, még várjunk. Jó, mondom, meddig várjunk, mondott egy időt. Már arra az időre beállítottunk a teherautóval, és akkor az állatok fölkerültek a ketrecekkel a teherautóra, elhoztuk Veresre, és amikor megállt a teherautó belül, ugye, és kinyitottuk a ketrecet, ajtókat, hát nem nagyon akartak lejönni az állatok, nem nagyon akartak kijönni a ketrecből, szóval olyan volt, hogy mondjam, nagyon sajnálatra méltóak voltak abban a tekintetben az ott lévő embereknek, hogy szerencsétlenek ezek, ezt nem ismerik a szabadság világát, hiszen be voltak zárva a ketrecbe, most itt hogy fognak viselkedni. Kérem szépen, nagyon rendben voltak. Már első időben még a Jóskához odamentek, aztán már nem, mert ugye 3,5 hektáron szabadon mehettek, 2 tó van, élelmet kaptak, és így fejlődött föl. Először mindenki akkor ment, amikor akart az állatokat megnézni, aztán kitettünk egy becsületkasztát, aztán megállapítottunk díjat, hát ma fizetni kell a látogatásért, alacsony a díj, nem tudom, 800 forint, vagy mennyi. Tehát megkezdtünk, jött a televízió, hírt adott, hogy milyen jó helyen vannak az állatok, nem olyan, mint a korábban volt. Megnyugodott Gödöllő, közösséggel és lakossága, hogy nem ott van a Jóskával, nem ott vannak az állatok, és átkerültek ugye Verestre, aztán melléjük került más kis állatfajta, de a medvék a mérvadóak. Aztán Jóska már el akart menni, egy gyönyörű 102 négyzetméter alapterületű lakást kapott, 2 szintben, mind a 2 szinten fürdőszoba, szóval nagyon szép, de pár hónap múlva ez olyan volt, hogy nem szívesen ment volna valaki oda. Ugye még Gödöllő megnyugodott, nálunk pedig az állatok tulajdonképpen meghonosodtak. Ma már nem lehet elvinni onnan, mert a gyerekek különösen zárás után, nyáron különösen biciklivel mennek a medvék körül. Azóta természetesen a Európa néhány országából kerültek oda állatok. Ma menhelyként szolgál. Tehát ha valahol nem tudnak medvét elhelyezni, akkor Veresegyházra hozzák a medvét. 35-36 medve van, etetik az emberek kanállal, nem látogatnak, ma már kis vonat megy a
parkba, ilyen kis vidám parkká kezd fölnőni. Normál esetben olyan 200 és 250 ezer ember látogatja évente. Nem, biztosan most, ha annyira felszabadul az ember is, hogy már mindenki mer menni, mert érzem, hogy ez még nem igazán a felszabadult lélek, akkor talán még több lesz. Mindig csinálunk valamit. Az, például egy megszállott ember és a barátai is építették ezt a vonatot, sínt, mindent. Ezt úgy működtetjük, hogy ott működik. Mi adjuk az egyik részét, ő a másik részét a személyzetnek, és a bevételből levonjuk a költségeket, és 50-50% az osztalék. Ez neki is jó, hallatlan, tehetséges ember. Ott vannak a tyúkólak, amelyet megvettünk, mert annak idején nem hosszú, 100 méter, 140 méter hosszú házak. Nem ment, belebuktak ember a próbálkozásba, és ezen közül az egyik házon átvezettük a sínt, és egy sötét lyuk. Most készülnek különböző figurák, hát mint a szellemvasút. História, nagyon szeretik az emberek, és hát ez a kis vonat ragyogóan működik. Mondom, ő is egy megszállott, aki csinálta, keresett, elmentem hozzá meglátogatni, megnéztem, hogy mit csinál. Éreztem, láttam, hogy tisztességes ember, és mondtam, hogy ezt is így megcsináljuk meg. Ő csinálja, 50%. Ma boldog, hogy itt mehet a kis vonat. Hát még néhány dolog lesz, úgyhogy majd aki látogat, oda meg fogja látni. Mi ott voltunk, megnéztük május 1-én, meglátogattuk polgármester urat Ildikóval, és a Majálison megtapasztaltuk, hogy valóban nem lehetett megelőzni köszönésben. Mindenkinek előre köszönt, megkérdezte, látszott rajta, hogy hajléktalan vagy éppen egy roma ember, hogy na, fiam, ettél már? Marika, adjon neki egy tányér levest, és a többi. Tehát, hogy valóban mindenki Béla bácsit, mint polgármestert, nagy tiszteletnek, örvendő emberként köszöntötte, és a közösségnek egy abszolút elfogadott és egy nagyon szeretett embere. Megkérdeztem tőle, hogy a legközelebbi ciklust vállalja-e. Az volt a válasz, hogy 97 évesen már nem ill, vagy 87 évesen már nem illik. Na de hát majd meglátjuk, hogy az Isten milyen egészséget ad, milyen ambíciót ad, milyen terveid vannak még, és hát kívánom azt, hogy ha mégsem leszel polgármester, akkor is a településnek a hasznára, a tanácsadója olyan ember maradj, akit a közösség továbbra is haszonnal vesz maga körül, és azt hiszem, hogy aki ezt a könyvet elolvassa, Szále Lászlónak több szerencséje volt, mert több ideje volt arra, hogy kikérdezgesse a polgármester urat az életútjáról, de aki ezt elolvassa, akkor az még részletesebben, még többet fog meg tudni arról, hogy milyen küzdelmek, milyen sikerek, milyen kudarcokat élt át polgármester úr, úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek, nekem nagy élmény volt, köszönöm szépen. És hát én még nem olvastam. Ugye jött a valamilyen ünnep, amikor bemutattuk ezt a könyvet, vagy bemutatták, és hát ma nem lehet, hogy legalább minden ötödik oldalról olvasok egy kicsit. Hát még egyszer mondom, tehát a könyvet nem olvastam. A könyvből, a címből vettem egy néhány fél oldalt, három sort, négy sort, és így kellett mennem a közönség bemutatóra. Természetesen emlékeztem azokra a szituációkra, amit Lacival együtt töltöttünk
emlékeztem a történésekre, tehát abban nem tévedtem volna a könyvet. Vágyom, hogy egyszer elolvassam, remélem lesz rá időm. Hát ő is tudja, azt mondja, tudod, az az ott. Na jó. Hát egyszerűen mindenre, mindig van arra idő, amire az ember akarja, de nem volt olyan késztetésem, hogy azt az a könyvet nekem feltétlenül el kell olvasni. Majd egyszer. Van elképzelésed arról, hogyha a ciklust kitöltöd, és van egészséged, akkor, és nem akarnál vállalni további polgármesterséget, mivel fogod tölteni az idődet? Elolvasni a könyvet, igen. Jó, de ez pár nap alatt, egy nap alatt el lehet olvasni, igen. A családom nagy család, 25-en vagyunk, 30-an, szeretjük egymást, sok unokám, dédunokám van, nem a nyakukra, inkább arra gondolok, hogy valami kis időt tudok nekik adni azzal, hogy ide-oda elmegyünk kirándulni, együtt vagyunk, és akkor, amikor valami segítségre szükség van, papa, akkor te maradsz itthon, majd vigyázol rájuk, akkor ellátom ezt a feladatot. A közélettől nem fogok megszabadulni, mert ez bennem van, és hát ha valamit segíteni kell, természetes, meg magam is kitalálok valamit, aztán elfoglalom magam, tehát tétlenségbe biztos, hogy nem fogok.